Hol kérte meg Lilla kezét Máté? A. Egy csónakban ülve, B. Egy vízesés mellett, illetve C. Korcsolyázás közben. Mi azért elég jól ismerjük egymást, de ezt a részletet még én sem ismerem a ti életetekből. Emese szerint egy vízesés mellett, a Babett pedig a korcsolyázásra voksolt. Mi az igazság? Hát egy vízesés mellett, de nem így indult a sztori. Az volt, hogy én beadtam Lila, a gyerekekkel leegyeztettem, mondtam, hogy meg fogom kérni a kezét, nagyon jó király, lesz akkor meglepetés, vacsi is, stb. Nagyon, tehát óriási szervezés. Lilának heteken keresztül csöpögtettem az információt egy nem létező tavaszköszöntő fesztiválról, Lilla Füredem. Amiről nincs fent a neten semmi, mert ez csak ilyen ottani szerveződés, stb. Tehát mindent, és heteken keresztül apránként beadagoltam ezt az egészet, hogy vegye ki a szabadságot, csak de vigyük le a gyerekeket is. Nem, a gyerekeknek kitaláltam, hogy táborba kell menni. Lebeszéltem az osztályfőnökkel, hogy igen, akkor van egy ilyen matek tábor, vagy van, tehát hogy óriásit mentem ezzel a sztorival mindenkit. És egyetlen egy dolgot nem nézett meg a hülye paraszt Gömöri, hogy nyitva van-e már a csónakázó tavon a csónakberlő. Ezt úgy... Puff! És nem volt nyitva. És nem volt nyitva, és csónakban szeretted volna a tavon? Egy csónakban szerettem volna megkérni a tavon, azért, mert hogy ne legyen ott senki más rajtunk kívül, hogy ne legyen 2 másodperc múlva az interneten minden, mert ezt nem akartam így egyből elszórni, és hogy akkor a tavon, akkor csak kettesbe leszünk, és ráadásul a pláne a sztoriban az, hogy van egy fotó, ami szinte még a fotón is látszik, hogy izzadok, ahogy állok a bezárt csónak kölcsönzőnél, és nézem, hogy most vajon hova az anyámba vigyem az asszonyt, hogy megkérjem a kezét. Egyébként is ugye azért aznap minden baja van egy férfinak, és ott állok, és az egyik barátom, Miskolcon, ő azt találta ki, hogy azt kapjuk így eljegyzés ajándékba, hogy ő tudta, hogy hova, mi a terv, és hogy hánykor leszünk ott, és a szembe lévő hegynek a tetejéről egy óriási objektívvel csinált fotót erről a pillanatról, amikor mi megérkezünk az árva lévő csónakházhoz. Ja Istenem! És akkor később egy ilyen, találtam egy ilyen kis sziklába vésett, vagy vájt pici teraszt a Lilafüredi vízesés mellett, ahol csak kettesben voltunk, és hát ott tettem. Arról is készült fotó? Arról nem, ott az egyik padba véstem a kezdőbetűinket. Jaj, milyen romantikus. Fantasztikus. Vannak még ilyen férfiak. Akkor végül is jól gondolkodtam. Hát végül is jól, igen. Korcsolyára nem gondoltam. Nem, de a csónakázóta van, lehet télen korcsolyázni, tehát... Közel jártam. A házasság évfordulókon.